Szervusz! Szervusz! János! Lénád! Bruder! Bruder! Na, hozz egy üvegbor! Sőt, hozz mindjárt kettővel! Csinyál a pénz a barátom! A pénz engem nem érdekel! Létász! A pénz mozgat mindent! Mi vitte a világot előre? A tudás és a szellem? Csak is a pénz! Bár boldogtalan gazdagok is vannak, erről szól pár közkedvelt regény. De ilyet csupán szegény jók írnak. Ki pénzhez jut egyszer? Bár másképp beszél. A pénztől volt, nem tudta meg, mert a veste a jó gaj neki. Kapott is elér a fejlet szegény. Féltenélek, és a féltés engem is sebezhetővé tenne. Maradj az apád házában, ott jó helyen vagy. Legalább az arcodat láthassam egyszer. Nem lehet, Anica. A személyed, amikor rám nézel, úgy érdekel, hogy fogok. Érd be ennyivel. Harmiák vezére vagyok. Ha leveszem az állarcom, eltűnik a hatalom. Nagyapjának is. Ha a botrány zaja eljut hozzá, tudni fogja, hogy egyszerű véletlen volt, amiért egyedül engem terhel felelősség. Lénárd! Tessék, drága! Ön annyira jó hozzá. Férje vagy, társa. Jóban, rosszban. Emlékszik? Oh,